Első alkalommal rendezték meg Tolnán a civil napot azzal a céllal, hogy mindenki bepillantást nyerjen a tolnai egyesületek életébe. 14 civil szervezet jelezte, hogy szeretnének részt venni a programban. Nagyon széles spektrumon mozognak a civil szervezetek tevékenységei a városban. Körülbelül 60 civil szervezet működik, és ezek közül van itt most jelen 14. Bíznak benne, hogy az eseménynek köszönhetően sikerül újabb tagokkal bővülni, illetve ezzel együtt új közösségek alakulhatnak a városban. Egyesületünk, a Dunamenti Polgári Egyesület is részt vesz ezen, és elsősorban most egy fő tevékenységünket propagáljuk és mutatjuk be. Bizonyára sokan tudják, hogy egyesületünk a Tolna Vármegyei Civil Szolgáltató Központ. Ebbéli tekintetünkben gyakorlatilag szakmai szolgáltatást, ingyenes szaktanácsadást nyújtunk minden további más civil szervezetnek, egyesületnek, alapítványnak. Az eseményen részt vett a Tolnai Városszépítő Alapítvány, amely 2014-től a városi értéktári feladatokat is ellátja, így segítve az értékek felkutatását és a meglévő kincsek megismerését. Talán ha annyit mondhatok az alapítványról, hogy azért sok mindenhez hozzájárultunk, a díszkivilágítások, parkok, öntözőrendszer, játszótereknek a felújításához, egyebekhez, úgyhogy azért ilyen múltunk van. És 2014-től viszont egy országos kezdeményezés az értéktárak létrehozása volt. Ezzel hát mindjárt az elsők között Tolna város is csatlakozott. A rendezvény keretében kuglovsütő versenyre is sor került, kevert és kelttészta kategóriában.